szeretettel köszöntöm a délutáni alkalom kezdetén is a kedves testvéreket, vendégeinket, látogatóinkat. Örülök, hogy a délutáni alkalomra csatlakozták az ünneplő gyülekezetre. Gyülekezethez kívánjuk, hogy érezzék jól magukat, és az ő szívük is forduljon hálára, Isten lelke vezessen bennünket. Ebben is szeretném újra köszönteni közöttünk Pap Dániel testvért, akik Beretti Újfalu Baptista gyülekezetnek a lelkipásztora, ő fogja Isten igéjét tolmácsolni felénk, és a délutáni alkalommal is, és a szüleim megkértek, hogy mentsem ki őket, el kellett mennünk, egy kis technikai problémájuk akadt, és hogy időben még ma haza tudjanak érni Pécsre, ugye el kellett menniük, úgyhogy sok szeretettel köszöntik a gyülekezetet, és én mondtam nekik, hogy vigyék a körzetnek a köszöntését Pécsre. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, álljunk fel és imádkozzunk. Mennyi Atyánk, hálaadással dicsérünk és magasztalunk téged. És köszönjük, Urunk, hogy te rendeltél számunkra egy ünnepet, amikor a mi figyelmünket fölfelé irányíthatjuk, és mindazt, amit az elmúlt évben adtál nekünk, amit kaphatunk tőled, azt most neked szeretnénk megköszönni. Mert Úrunk, add, hogy a mi szívünk is fölfelé forduljon, ne magunkkal, ne a mi anyagi helyzetünkkel, az emberi és világi dolgainkkal legyünk elfoglalva, hanem tényleg a mi lelkünkben tudjunk neked őszinte szívből hálát adni. Úrunk, köszönünk mindent, amit adsz nekünk, az életünket, a te megtartó kegyelmedet, és mindent, ami mindennapi életünket, ami kényelmünkért, ami egészségünkért, és ami jólétünkért megteszel. De különösen Jézus Krisztus, köszönjük neked, mennyi értelme, hogy van lehetőség a kegyelemre, van lehetőségünk hozzád jönni, felszólalni hozzánk, és szeretnénk, hogy ez a mai délután ennek a hálának a kifejezéséről szól. Fogadd kedvesen a mi hála imádságainkat, énekeinket, és kérjük, hogy áld meg nekünk ezt az alkalmat. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És a 273. énekünket énekeljük el a gyülekezeti énekeskönyvünkből. Dicsérjétek szentségében ki oly sok csodát mivel. 273. énekünk.
kezdő köszöntő igére. Segítsen Karami Zsoltár volt. 33. Közben volt megjegyezni, mert a három szám az egyik kedvencem. És a 33. Zsoltárból, amiket olvasott a lelki pásztor testvér, nagyon hasonlítanak ahhoz az igéhez, amivel én is készültem délutánra. A 33-ban az van, dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával, zengjetek neki, énekeljetek neki új éneket, pengessetek lantot lelkesen. Ránéztem a hangszerekre, mondom, ez meg fog valósulni. Örömmel hallottam így az elmúlt percekben, és láttam, hogy a gyülekezetből is többen bekapcsolódtak. Most én a 81. Zsoltárt szeretném olvasni, hasonló hangvételű lesz. Jelenjük elő a Bibliákat is hozzá. A 81. Zsoltár mind a 17 versét állva hallgassam a gyülekezetben. A 81. Zsoltár a karmesternek, a szőlőtaposok dallamára, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, ami erősségünknek, újjongjatok Jákob Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új völd, új holdkor, hol töltek, hol is ünnepünk napját. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, Jákob Istenének rendelkezése. Bizonyságul adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen indult. Olyan nyelvet hallottam ott, amelyet nem ismertem. Levettem válláról a terhet, keze megmenekült a kosártól. Segítségül hívtál a nyomorúságban, és én megszabadítottalak téged. Feleltem neked a mennydörgés rejtekéből, megpróbáltalak Meribá vizénél. Szela. Hallgass meg én népem, hadd incselek! Ó Izrael, bárcsak meghallgatnál engem! Ne legyen nálad idegen Isten, és idegen Isten előtt ne hajolj meg! Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm azt. De népem nem hallgatott szavamra. Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ezért meghagytam őket szívük keménységében, hadd járjanak saját tanácsuk szerint. Ó népem, ha hallgatnál rám, és Izrael az én utaimon járnál, rögtön megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem, az Úr gyűlölői hízelegnének neki, és bűnhődésük ideje örökké tartana. Téged pedig megelégítenélek a búza javával, és sziklából folyó mézzel lakatnának jól. Eddig Isten ígéje, imádkozzunk. Köszönjük a felhívást, köszönjük az emlékeztetést, köszönjük a lehetőségek föltárását, Urunk, igédből. Add értenünk jobban, mélyebben, maradandóan a szabadat, hiszen az élő és ható. Amen. A szerző légi törzséből származik, úgy, mint ahogy délelőtt láttuk Amrán családját. Ő egy másik vonalon, Gerson utódja volt, az éneklőrem őse, mégpedig Dávid és a sereg, a hadsereg vezéreinek a jóváhagyásával és kinevezésével, megbízásával lett hozzá. Nagyon összefonódott akkor az állam és az egyház, Isten népe körében az megvalósítható volt. Ászák a szövetségládának Jeruzsálembe vitelekor jelen volt már, még ő is részt vett az éneklésben, és ez után, az ünnep után lett vezetővé téve, dicsőítés vezetővé. Feladata, hirdetni és dicsérni Istent. Prófétai szerepe is volt az ő szolgálatában. Annyira, hogy még 3000 évvel később mi itt Lénárdalózon is szembesülhetünk azzal, hogy rajta keresztül miket üzent Isten. Hogyha itt lapozgatunk a környező zsoltárokban, akkor a 73-tól a 83. elején mind azt látjuk, hogy Ászáf írta, de nagyon jól ismerik az igaz Isten tiszteletről az 50. Zsoltárt is, aki hálával áldozik, az dicsőít engem, tipikus hálaadó Zsoltár. Most direkt ezt a másikat választottam, aminek a címe az egyik Bibliában, a Károliban az, hogy az igazi ünneplés, az új fordításokban az, hogy isteni intelmek, de én most legújabban megjelent újonnan revidált Károli fordítású Bibliából olvastam az igét, és
És itt egy ilyen jó címet láthatok, intés az ünnepek megszentelésére és a hálátlanság elkerülésére. A héten olvastam kedden reggeli csendességemben ezt a Zsoltárt, és volt másik ige, amivel ide szerettem volna jönni, de Isten ezt nehezítette mégis a szívem. Hálátlanság elkerülésére int ez a Zsoltár. És valóban három részre szeretném osztani most az ige hirdetését. Az egyikben megnézni a tények és lehetőségek szoros összefüggésében először azt, hogy mik voltak a tények, és mik azok a biztos alapok, amikhez lehet nekünk folyamodnunk annak érdekében, hogy elkerüljük a hálátlanságot, tehát hogy igazi hálaadásunk legyen ez a mai és az egész életünk is. Aztán az emlékezésről van itt szó a Zsoltár közepén, és végül megint hadd ugorjak vissza a tények és lehetőségek közül, de most már a lehetőségek föltárására, ha volna, nem lett volna címmel vagy gondolattal a Zsoltár legvégéje feltételes módon megfogalmazva. Nem is az ragadott meg, hogy a régi Károlyban még csak úgy van az elején, hogy a gittitre van írva ez a Zsoltár, és itt lefordították, hogy ez azt jelenti, hogy a szőlőtaposók kezdetű éneknek a dallamára megy, és hogy érdemes a mi énekeinket olyan módon lelki tartalommal megtölteni, hogy az építő legyen a hallgatóknak, és ne csupán a testnek, a ritmus érzéknek szóljon. Múlt hét végén szombaton voltam egy fúvós találkozón, és még csak gyakorlás volt, de szóba jött egy lelkipásztor, akinek a gyülekezetében szintén működött végre fúvós zenekar, és ott, mikor a zenekar úgy belelkesült és fújták jól a ritmusos énekeket, akkor azt mondta neki, fiú, ne talp alá fújjatok. Ne talp alá. És hát jogos valamilyen szinten, mindenképpen szívbe kell szólnia az énekeknek, a zenének is. Ez a Zsoltár is bizonyítja, hogy ez a bizonyos születi dal, a szőlőtaposok kezdetű dal, ez átminősült, és mi már úgy ismerjük, mint 84. Zsoltár. Örvendezzetek Istennek! Erre szólít fel. Különféle hangszereket sorol, és azt mondja, hogy ahogy így hívja benneteket az ünneplésre, jubiláte, örvendezzetek, lelkesítelek benneteket, gondolkozzatok-e, hogy be tudtok-e indulni erre, az Isten dicsőítésre. Arra, hogy érdemes őt, és egyedül ő méltó arra, hogy dicsőítsük. Semmilyen más teremtmény, semmilyen más gondolatunk nem alkalmas arra, hogy tartós dicsőítést és örök dicsőítést kapjon egyedül az Isten. És meg is van indokolva, hogy azért kell ezt tenni, mert ez elvégzett dolog. Ez egy tény. Egy olyan jellemzője a hívőknek, ami máshol a világban sehol nincs. Hát szétnéztek a világba, kedves testvéreim, meg oda-oda hallgattok, kénytelenségből is bementek egy áruházba, üzletbe. Viszont valami rádió, valami világi zene. Hallgattok a munkatársaknak a beszédjeire, mi hallatszik? Akkor még Isten neve is, igaz? De nem ám ilyen módon, hanem káromolva, szidalmazva. Nem ez van a világban. Az az elvégzett dolog Izraelnél, Isten népénél, hogy az Isten dicsőítés hangzik. Ez az Isten rendelkezése is bizonyságul adta. Ez egy tény. Az ő törvényében, az ő előírásai szerint Izrael népének minden évben háromszor nagy ünnepet kellett szentelnie. Páska ünnepet, amikor megemlékeztek az Egyiptomból való szabadulásról. Pünkösd ünnepét, 50 nappal később, amikor bemutatták az aratás első zsengéjét, és a sátoros ünnepet ősszel a betakarítás elején,
mi hálaadónak felelsz meg. Amikor pedig visszaemlékeztek a pusztai vándorlásra. A biblia tudósok nem pontosan tudják, hogy ez a zsoltár vajon a Páska ünnepre, az Egyiptomból való szabadulásra, vagy a sátoros ünnepre íródott. De nem is ez a lényeg, hogy most mi ezt megfejtsük itt, hanem a lényeg az, hogy tény és való, hogy Isten népének ilyen módon lehet ünnepelni. Egyébként, hogyha a sátoros ünnepen olvasták föl, vagy mondták el ezt a dicsőítést, ezt a zsoltárt, akkor emlékeztettek, hogy 5 nappal azelőtt a nagy engesztelési ünnep volt. Amikor minden tudatos bűnre is, a főpap bűnére is, bűneire, és a nép bűneire is be kellett mutatni áldozatul, igen, komoly, összegű vagy értékű állatokat, és nagy áldozatot kellett ezért hozni, de Isten még nagyobb áldozatot hozott, hogy elengedte népének a bűneit. Megszabadultak. Szabadság van, kedves testvéreim. Elérhető a szabadság. És ez ugyanolyan tény, ugyanolyan biztos alap, mint az, hogy Isten adott törvény, adott rendeleteket. Szabadultságban élhetünk, hogy direkt így fogalmaztam. Isten szabadított meg. Szabadultak vagyunk. Nem költ többé a régi életünk. Ezek tények. Hát emlékezzetek erre. Azt mondja a Zsoltárban, itt a 6. vers 2. felében, hogy olyan nyelvet, olyan szót hallottam, amit még addig soha. Hogy valami olyan új dolog világított be az életembe, és vált nekem is valósággá, amivel addig nem találkoztam. Ez az először hallott isteni hang beszél 2 dologról, illetve akár 3-kor is. Először is, ahogy említettem, a Páska ünnephez tartozó kivonulásról. 7.-8. versben azt részletezi Asszáf, hogy Isten mondta ezt, levettem a terhet, kivettem a kosarat az enyémnek, a megmenekülteknek a kezéből, és mivel segítségül hívtál nyomorúságban, én megszabadítottalak téged. Testvéreim, lehet nekünk is emlékeznünk mindig arra, hogy Isten hogyan szabadított meg bennünket. Hogy Isten hogyan mentett meg a mi bűneinkből. Olyan jó, amikor a világból megtértek, olyan elevenen, átérhetően hatalmas életváltozást tudnak bizonyságul elmondani. Isten a játékgép szenvedélyből, az alkoholizálásból, a családdal nem törődésből hogyan váltotta meg? De az is nagy dolog, amit én elmondhatok. Én 15,5 évesen hallottam meg igazán Istennek a szavát egy nagy evangelizáción, egy olyan épületben, ami azóta leégett, az még Budapest sportcsarnoknak nevezték, azóta Pap László sportarénak újjáépülve. De akkor, amikor ott szólt Isten igéje, Luis Palau, brazíliai vagy argentin igehirdetőn keresztül, és József történetéből magamra ismertem, hogy az a József az nagyon ellen tudott állni a mindennapos kísértésre. Én meg az én egyszerű kísértéseimben hogy elbukott és megváltásra van szükségem, akkor az ott 89. április 28-án az én megváltásomnak a napjává lett. Kivonulhattam, mert Isten kivezetett engem. Meghallotta az én kiáltásomat, és hogy rá van szükségem, mert ha nem, akkor elpusztulok. Akkor a kárhozatba fog jutni. Izrael népének szól ez a fölhívás, és ők meg emlékezhetnek arra, ami a Mózes 2. könyvének elején van leírva. Izrael fiai fohászkodtak a szolgaság miatt. Kiáltottak, és a szolgaság miatt a jaj kiáltásuk feljutott az Istenhez. Meghallotta Isten a fohászkodásukat, és megemlékezett Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk. Kedves testvérem, emlékezz arra, hogy Isten rád is tekintett, és gondja volt rájuk. És ezután is meg fog segíteni. Ha akkor megtette, ezután is megteszi, de hogyan? Ez a Zsoltár segít ennek megfejtésében.
mondtad, hogy nem csak a szabadulást kezdte el Izrael népénél, hogy kivonulhattak azon a bizonyos tizedik csapásnak az éjszakáján, hanem ahogy eljutottak a Vörös-tengerig, és ott elől a tenger mögöttük az üldöző egyiptomiak, ott is szabadulást tapasztaltak meg. Véghez vitte Isten, teljes mértékben megtette. Amint közeledett a fáraó, írja 2 Mózes 14. 10. verse, Izrael fiai felemelték a személyeket, és íme az egyiptomiak a nyomukban voltak. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és az Úrhoz kiáltotta Izrael fiai. És hogy folytatódik a történet, azt mondja Mózesről is, hogy ő is kiáltott az Úrhoz, de aztán Isten szavát tolmácsolta, az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek, miért kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. Ugye testvérek, nem csupán Isten munkáját tapasztaltuk akkor, amikor mi magunk megtértünk ő hozzá, hanem a mi magunk akaratát és döntését is, hogy igen, én az Úrhoz akarok csatlakozni. Ne csak imádkozz, ne csak kiálts, hanem indulj el. Tedd meg az első lépést. Hívd be. Örömmel. És Isten tovább fog vezetni téged. Emlékezz erre, hogy megtetted az első lépést. Aztán megtetted akkor is, mikor odaálltál a bemelítő medence mellé, és azt mondtad, hűséges leszek, mint halál. Vagy megtetted akkor, amikor kiálltál a gyülekezet elé, és melletted állóval együtt örök hűséget fogadtatok egymásra. Megtetted akkor, amikor hoztad a gyermekedet az Úrhoz, és azt ígérted, Uram, a te félelmemben neveljük őket, vagy őt. Oly sokszor megtettünk lépéseket. Emlékezzünk, testvérén, emlékezzünk. Lehet, hogy idén évelején is azt mondta, Uram, hűségesebb leszek. Uram, a hálaadó napon el fogom mondani, mi történt vele. Emlékezz. Megszabadultál a tehertől, kivonultál. Aztán mondja Asszáf, Istennek a szavát, azokat a szavakat, amiket még addig nem hallott a nép, feleltem neked a mennydörgés rejtekéből, megpróbáltalak Meribá vizeire. Itt van egy ilyen, hogy Szela. Ezután a tudósok megint csak magyarázzák, hogy ez most egy ilyen közjátékra, vagy szünetre, vagy hangnemváltásra, vagy valami ilyesmire utaló jel volt a zsoltárokban. Én most itt úgy fogom föl, hogy stb. Tehát Isten sorolhatná végtelenségig azt, hogy mi mindent tett. Ezt a kettőt emeli ki, adtam a törvényt a pusztai vándorlásban, és adtam a próbatételeket, amikor nem volt víz. És azt mondta, hogy így fogunk szomjahalni. Ott volt egy nagy kősziklát, azt nem lehet meginni. De Mózesnek azt mondta az Úr, hogy üsse a kősziklát. És vízzük ki belőle. Emlékezzetek erre, hogy az Isten hogy menekített meg benneteket, és hogyan utasított, hogyan állított helyre. Ilyen szavakat mondott az Úr. Emlékszünk. És aztán itt a 9-től 11. vers. Hallgass rám, népem! Hadd intsen! Ne legyen nálad idegen Isten, én az Úr vagyok a te Istenem. Emlékezteti őket a 10 parancsolatra, azok közül csak az első van itt felemlítve. Emlékezteti arra, hogy kijelentette önmagát neki, hogy a törvényére hallgató nép az, aki most itt együtt van és ünnepel. Hogy nem azok jöttek el az Isten házába, akiket egyáltalán nem érdekel a dolog, és csak azon telik a fejüket, hogy mikor lesz már vége. Nem. Itt is most olyanok vagytok, remélem, akik még azt mondjátok, hogy mondja a testvér, mondja. Nem az, hogy fejezd már le, amen már. Hanem várjátok azt, hogy Isten üzenje, Isten formálja az életeteket. Mert hogyha nem ezért jöttünk ide, akkor maradtunk volna otthon. Otthon is lehet mással foglalkozni. Itt már azért vagyunk együtt, Izrael népe azért jött össze az ünnepre, hogy Istennek a következő útmutatását meghallja. És miközben vannak ezek az emlékek, miközben vannak ezek az erős tények, Istennek a törvénye, és az, hogy megszabadított, és az ő népének tagjai vagyunk, jó van, mit kezdjük ezzel? Na most jönnek aztán a lehetőségek. Most jönnek azok a dolgok, amiket itt leír a zsoltáríró, hogy hogyan tovább. Aztán nyisd ki a te szádat, és én megtöltöm. Ebérnél nagyon jó volt a
káposztát tenni az üres szánkba, és akkor a szánk lett a töltött, és finom volt, aztán a sütemények is. Isten meg azt mondja, hogy ezt én cselekszem veled, hogy jól tartalak, ellátlak. Tudom, hogy ezekre szükségem van. Evés, ivás, öltözet, földi életnek a velejárói. Nem árt, hogyha van egy szobád, vagy utcód, ahol meg tudod húzni magad. Nem árt, ha van valamivel közlekedned. Nem árt, hogyha van munkahelyed is, és különféle juttatásokat is kaphatsz, és tudsz vásárolni. Igen, ismerem helyzetedet, én látlak el. De van itt egy másik része is ennek, hogy nyisd ki a szádat, hogy én megtöltsem. Az, hogy mit beszél. Hogy hogyan nyilvánulj meg. Hogy mi az, ami majd kijön a szádból. Ami a szívemben az a szám, ugye szoktuk mi jól magyarok mondani. No de Isten olyat akar kihozni a szádból, amit ő töltött be. Isten először a szívedet akarja teljesen föltölteni, hogy az jöjjön ki, aki benne van. Önmagával akarja ráadásul föltölteni. És éppen ezért megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy úgy menjünk tovább. A tények és az emlékezés után. Volt egyszer egy kisfiú, aki az édesapjával ment egy hóval borított mezőn, és hát ahogy végig értek ezen a mezőn, akkor visszanéztek, hogy is járták meg ezt az utat. Az apja csapása nyíregyenesen haladt, kisfiú én meg így össze-vissza. És akkor kérdezte a fiúcska, hogy édesapám, maga, hogy tudott ilyen egyenesen jönni? És akkor az édesapja azt mondja, hogy látod fiamet, ezt a fát itt. Na, amikor elindultunk, akkor én ezt kitűztem magam elé célul. És végig azt néztem. Ezért, mivel nem vettem le a szememet a célról, ezért egyenesen ide jutottunk. Te pedig össze-vissza mentél. Testvéreim, nekünk is van egy végcélpontunk. Itt van fölöttem is. Ebédidőben megnéztem ezt a két feliratot, térjetek meg az Isten szeretet. Én ezt prédikáció közben nem látom, ti folyamatosan láthatjátok. És közte pedig a kereszt. Ami által van megtérési lehetőség, és amelyen megmutatkozott az Isten szeretete. Ezt a célt soha ne felejtjétek. És ez alapján haladjatok életetek útja. Vajva az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna, mondja az Isten. Itt van a lehetőség föltárva, hogy miután megvolt ez a hálaadó ünnep, azután célegyenesen haladj. Isten útján. Vagy a hálás ezért a lehetőségért. Azért a szabadításért, azért a szabadultságért, amit Isten elvégzett. Ott a Golgotai kereszten teljesen. Krisztus azért halt meg, azért vállalta a te bűneidet is, hogy felszabadítson, megszabadítson azokból. Magadtól nem tudtál volna megszabadulni. De Krisztus átvállalta a te bűneid terhét és büntetését. Ott a Golgotai kereszten ő viselte el, az ő vállára nehezedett. Nem csak a tiéd, az enyém is. És az egész világ minden bűne. Nem csoda, hogy még azt is föl kellett kiállítani, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hát emiatt. Mert a bűn elválaszt Istentől. És Jézus Krisztusnak ezt a helyzetet át kellett élnie. Ő tette átokká. Ő tette bűnné. Te életed és én életem. Ez a szabadultság, ez az emlékeztetés, ez is tény. Egy lehetőséget, egy hatalmas lehetőséget tárt elé. Mi, akik hívők vagyunk, élünk ezzel minden nap. De jó olykor emlékeztetni magunkat erre. Igen, Isten az, akire hallgatnom kell ezután is. Isten az, akinek az útján kell járnom ezután is. És ő megadja, felkínálja ennek a lehetőségét. Hogyha ez megtörténik én népem, akkor rögtön megalázom ellenségeidet.
furcsa nekem az, hogy ez van itt legelső következményként leírva. Hogyha kihasználod ezt a lehetőséget, akkor Isten először is te ellenségeidet alázza meg. Ki a mi ellenség? Hogy kik a mi ellenségeid? Az Ószövetségben azt mondja az ige, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a levegőbeli fejedelemsége, az élet hatalmasságai, a sötétség világbírói ellen, az ördögi gonosz hatalmakkal szemben. Azt mondja Isten, hogy ha hallgatsz rám és utáimon jársz, akkor ezeket az ellenségeidet azonnal megalázom, és szorongatóid ellen fordítom a kezem. Van egy olyan ige vers a római levélnek a végén, amit olyan félbeolvasok, de mégis olyan győztes félelem van, de jó. Azt írja ott az ige, elidézem pontosan. Az én Istenem pedig megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ez azt jelenti, hogy ha a lábunk alatt van, akkor mi legyőztük. Az ellenségnek a nyakára tett láb, az azt fejezte ki, hogy le van győzve az ellenség. Nincs hatalma többé. Ezt biztosítja neked az Isten, hogy hallgatsz rád, hallgatsz rá, és az ő útjain jársz. Nem árthat az ön. Hát bátor volt ez az asszáf, hogy ezzel kezdte. De biztos kijelentés alapján írta ezt. Hogy itt van a nagy lehetőség. Élhetsz vele. Isten megteszi ezt a te érdekedben. Az Úr gyűlölői hízelegnének van neked, és bűnhődésük ideje örökké tartani. Na, elég az róluk, de magunkról még egy kicsit, az utolsó vers, ami egy kicsit hálaadós is. Téged pedig megelégítenélek java búzával, vagy búza legjavával, és sziklákból folyó mézzel lakatnának jól. Hát, gyönyörű ez a leírás arról, hogy milyen bőséges, gazdag áldást kínál föl az Isten. Annak, aki ráhallgat és az ő útjain jár. Már testileg is. Búza legjobb. Kiváló minőségű kenyér. Nem olyan szeletelt zacskós, amelyik 3 nap múlva megposhat, hanem olyan, mint még anyáink, nagyanyáink sütöttek a kemencét. Ha emlékszünk még rá, vagy ha mesélték nekünk. A legjobb, a legminőségibb életet élheted itt a Földön. És a másik dolog, a szikládból folyó méz. Nekem szomolyaiként, aki a kaptár kövek mellett nőttem föl, nem nehéz ezt elképzelni, hogy milyen a sziklából vájt a mély kaptárban. Ott is, ahogy a pusztában vándorolt Izrael népe, és ebben a köves sivatagban igazából nem sok élelemre számíthatott, ez az egyik legtáplálóbb étel, a méz, az ilyen módon állt rendelkezésükre. És azt mondja, hogy ezzel még jól is tudnak lakatni. Nem csömörvésig, mert azért a méztől meg lehet csömörleni, de Isten jó lakási, szinte a semmiből elő tudja hozni a legnagyszerűbb ételt. Isten a leglehetetlenebb helyzetből elő tudja hozni azt, amire szükségünkre van. Amivel be tud tölteni. Testvéreim, ezek a lehetőségek vannak előttünk. Ha hallgatnak az én igényre, ha az én útjaimon járnak. Jézus szava visszhangzik a fülembe, amit nem csak földön járásakor mondtam, akinek van füle, hallja.
hanem majd a Jelenések könyvében minden gyülekezetnek leíratta. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Most nektek is, nekem, velem együtt, szól az Isten, ha van füle, akkor van fülünk, akkor halljuk. És hadd legyen igaz Mózes éneke, puszta földön talált rá, zordon, kietlen sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, őrizte, mint szemefényét. Amint a fészkén felrebbenő sas fiai fölött lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyát, felveszi őket és torrai nemeli őket. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele más Isten. A föld magaslatain vezette őt, mezők terméseivel etette, kősziklából is mézzel táplálta, olajjal a kovakőből is. A tehenek vaját és a juhok tejét, a bárányok kövérjével, bársányi kosokat és bakkecskéket, a búza javával etted, a szőlő vérével, borral ittad, meghízott Jesuru, Izrael népe. Meghízott. Mert hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Testvéreim, legyünk hálások ezért a szabadulásért. És amikor felhívna bennünket ezt ünnepelni, nem mondjuk azt, hogy hát tavaly is volt hálaadalom, vagy volt nagyobb okom is az ünnepre. Merjünk bátran Isten elé állni. Hálaadó napról hálaadó napra, legyen a mi életünk hála napok sora folyamatosan. Isten áldjon meg így bennünket. Amen. Sok szeretettel köszöntünk benneteket az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Az ének, amit énekelni szeretnénk, alapja a 133. Zsoltár. Mély jó és mély gyönyörűséges, amikor együtt lakodnak az atyafia. Én ehhez hozzátenném az Úr engedelmével, hogy békességben. Mély szép a Jézus nyája, e boldog Istenem, áldások égi árja, öntözi lelkünket, gazdag legelő járnak, hol patra csörgeden, amelynek mindkét portja gyümölcs van engedben. Mi szép, mi jó, e boldog a napot, örvend szívem, ha arra gondolok, készültem, hanem másikból, de valahogy a kezembe került, és így nyílt ki. Tehát így az út által mondom ezt a szabadatot először. Csendes órák, ha lelked fáradt, sebzett, nincsen örömöd, gond, keserűség űz, hajt és gyötör, menj be imakamrádba, zárd be ajtaját, mondd el fájdalmadat, meghallgat atyát. Oda menekülj, ha az ellen kerget, és hálókat vett, hogy elejtsen téged. Ó, ne embereknek, az Úrnak mondja, a csendes órákban ő lelkjelőt ad. Ha emberek megvetnek, gúnyolnak téged. Ha nyomorúság, üldözés keseríti érted, mindent, ami bánt, vidd imakamrádba. Ott a csendességben vár rád az Úr áldása. Ilyenkor egy-egy fokkal feljebb emelkedel, ha égi mestered előtt elcsendesedel. Csak őtőle tanulj, ez javadra válik, és boldogan köszönöd meg csendes óráit. Látod égi mestered, ebben is hagyott példát, elcsendesedve, imádkozva tölti az éjszakát. Ott a csendességben társalgott atyával, hogy minden tette egyezzen szent akaratával.
órákat. Ó, keresd a csendes órákat, és boldog leszel. Ott megtelik szíved krisztusi szerezettel. Ott tanulod értékelni az ostort, a vihart. Köszönni jó atyádnak, hogy nevelni így akart. Azért imakamrádban gyakran térj be, csak ott lesz igazi lelki kincsekre. Megköszönöd majd az örökké valóságban, amit itt lenn nyertél a csendes órákban. Amen. Elsőnek ezzel készültem. Háladás, Istenem, Teremtőm, most mindent köszönök. Az életed, békét, a sok-sok örömöt, az évszakok rendjét, minden változását, a föld termésének bőséges áldását, a rügyet fakasztó napsugaras tavaszt, a búzakalánkban ragyogó szép nyarat, az új kenyeret, a beérett gyümölcsöt, mint a gondviselés asztalunkra öntött, megvan a kenyerünk mennyei és földi, van hát elég okunk mindent megköszönni. Asztalt te terítesz, tőled jön a bőség, áldjuk szent nevet, tiéd a dicsőség. Amen. Én szeretettel köszöntöm a testvéreket, és így háladónak a készülve mindig megfogalmazódik az, hogy jó dolog az, hogyha régi dolgokért hálásak vagyunk, sok évvel ezelőtt átélt áldásokért, de az is jó és az is hasznos, hogyha a közelmúltból is tudunk hálókat mondani, és ha minden nap tapasztaljuk Isten áldását, akkor legyünk is hálások érte. Én most így a kettőt szeretném összekapcsolni, és kiemelni két dolgot így az életünkből. Nem természetes az nekünk sem, hogy így állhatok itt, és van egy kislányunk, Isten ajándéka számunkra, és minden nap Isten iránti hálával vagyunk ő érte, mert csoda, hogy ő van, és nem tekintjük természetesnek azt, hogy ő megszületett, és Istennek az ajándékát, áldását így tapasztalhatjuk naponként. És egy közeli dolog, most tavasszal, márciusban kezdtem dolgozni egy közeli általános iskolába. Az a feladatom, hogy a pedagógusok munkáját segítsem, asszisztens vagyok mellettük, nagyon sokféle feladatot bíznak rám és a társaimra, és úgy volt, hogy augusztus végéig fogok dolgozni, aztán most meghosszabbították a szerződésemet február végéig. Ez is egy hálapa számunkra, mert az anyagi szükségeinkről is így gondoskodik Isten. Nagy ajándék ez, mert közel van. A lakás ablakából oda lehet látni az iskolába, és nem kell utazással tölteni az időt. Nagyon jó azért is, mert most már együtt mehetünk az iskolába, és naponta többször összefuthatunk, és ez biztonsági érzetet ad mindkettőnknek. És hálás vagyok azért, mert tapasztalhatom azt, hogy befogadtak ebbe a közösségbe, így a pedagógusok is, és nem érzek lenézést, megvetést, hanem azt tapasztalom, hogy szeretnek, elfogadnak és örülnek a segítségemnek, és szeretnék úgy jelen lenni köztük, hogy Istenre mutassak azzal a szeretettel, azzal a szolgálatkészséggel és azzal a precíz munkavégzéssel, amit Isten is vár tőlem, és úgy végezni ezt a feladatot is, mint aki Istennek szolgáló. És jó azt megtapasztalni, hogy ha a nehézségek, harcok is vannak az életünkben, akkor nem egyedül kell ezzel megbírni. És amikor dúlnak az indulatok az én szívemben is, vagy olyan dolgokat látok, amiket nehéz elfogadni és lenyelni,
megemészteni, és háborogni kezdve, akkor lehet jönni Istenhez, és ő az, aki lecsendesít. Az elmúlt napokban voltam ilyen helyzetben, hogy annyira felzaklatott egy-két dolog, és mondtam, hogy most nem tudok ülni se, annyira tele vagyok feszültséggel és indulattal, hogy egyszerűen nem tudok mit kezdeni magammal. És imádkoztam azért, hogy Isten csendesítse le a szívemet. Vannak dolgok, amiket nem tudok megoldani, vannak helyzetek, amikre, hogyha reagálnék, akkor csak bántás lenne belőle, de hogyha Isten csendesíti le a vihart a szívemben, akkor egész más megoldás és egész más végkifejlet fog kialakulni. Hálás vagyok ezért Istennek, és jó, hogy az ő közelségében élhetünk, és elérhető mindannyiunk számára, és ez lehet bátorítás az én életemben is, és ezt kívánom a testvérek életére is. És az ének, amit szeretnénk elénekelni, ez is erről szól, hogy Jézus az, aki csendre tud inteni, aki le tudja csendesíteni a bennünk és a körülöttünk lévő viharokat is. Elhisszük, hogy ha ezt szerint teszünk, akkor azon áldás lesz,
akkor ki vagyok én, hogy kételkedjek Isten szavában. Úgyhogy heteken keresztül én ezen gondolkodtam, és úgy mondogattam a feleségemnek, hogy hát szerintem ezt kell megtenni, mert Isten ezt mondja. És ugye, ahogy kiderült, hogy gyermeket várunk, jöttek a nem hívő ismerőseinktől különösen, jöttek a visszajelzések, hogy hát azért várhattatok volna vele, hogy nagyon bátrak vagytok, hogy így a harmadikat is bevállaljátok. Különösen ezek között a nehéz anyagi helyzetek között, meg ami a világban van, bizonytalanság, és sorolták azokat a indokokat, ami általában az embereket meggyőzi arról, hogy miért nem teljesítsék Istennek az akaratát. És nem tudok arról, hogy bátor lennék. Lehet, nem tudom. De azt tudom, hogy ha Isten mond valamit, és én azt elhiszem, de még csak ez se kell. Ha bízok Istennek, akkor Isten meg fog segíteni, meg fog áldani, és keresztül fog vezetni bármit. Ugye karácsonykor a Máté bárányimlős lett, és egy kicsit megijedtünk. Nagyon korai a terhességnek, korai szakaszába volt, és hát sokan éreztegettek bennünket azzal, hogy baj lesz a babának. Mi a testvérek imádságát bíztuk, és Istenre bíztuk. Azt mondtam, hogy Isten azt mondta, hogy ezt tegyük, bárhogy is legyen, áldás lesz rajta. És ahogy a délőtt imádságomban utaltam is, hogy a három gyermekünk közül a Lőrinca a legmosolyúsabb, legfigyelmesebb, a legegészségesebb, ha lehet ezt mondani, semmi baja nincsen. Nem csak, hogy baja nincsen, hanem annyi örömünk van benne, mint az első két hónapban, ugye most már másik kettővel nem. Isten áldását látom benne, teljesen megelevenedni, és ez egy csodálatos dolog. És tudom, hogy ez annak a jutalma, hogy bíztunk benne. Nem csak mi ketten, hanem a gyülekezet imádkozó gondjaira is bíztunk, akkor ott karácsonykor. És tudtuk, hogy nem lesz semmi baj. És amikor azt mondták nekünk, nem tudom, hogy ezek mennyire hivatalos, meg mennyire pontos információk, de azt mondták nekünk, hogy menjünk el vizsgálatokra, Miskolcra, hogy hát a beteg lesz a baba, ne tartsuk. A vizsgálatnak magának azt mondták, hogy 4,5% az esélye, hogy elvettél tőle. És később megtudtam, hogy annak az esélye, hogy a terhesség ilyen korai szakaszában a bárányhimlő bármiféle problémát okoz, annak az esélye 2%. Akkor miért is ne inkább Istenbe bízzak? És akkor, hogy valami vizsgálat azt mondja, hogy ne tartsam meg azt a babát, ami Istennek az ígérete volt. Istenben akarok bízni. És akik közelebbről tudják, hogy mennyire nehéz volt a Mártinak ez a terhesség, a 9 hónap, mondjuk azt mondjuk, hogy csak az első trimester ilyen nehéz, majd elmúlik. Csak a terhesség első fele ilyen nehéz, majd elmúlik. Az utolsó két hónapban már akkor is mondták ilyeneket, de tudtuk, hogy nem fog. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem állt meg bennünket, és látjuk az áldást. Sok nehézség és próba és betegség volt az elmúlt évben, így a családunk életében, a másik két gyerekben, és különösen a Mártinak. De Isten mindegyiken végig vezetett. És tudtuk, hogy ha benne bízunk, akkor áldásban lesz készülni. És Isten csak ennyit kér, hogy bízzunk benne. És nem árt, hogyha ha erről megemlékezünk, és ezért mondtam ezt, tudom, hogy a testvérek többsége ismeri ezt a történetet. Hát meg kell emlékezni arról, amikor Isten megsegít bennünket. Hálát kell adni érte. Nem természetes az, hogy van egészségünk. Nem természetes az, hogy nem törít meg a hitünk, hogy nem tör meg bennünket a próba, mert Isten keresztül vitt bennünket, és ez azért lehetséges, mert bíztunk benne. És Istené a hála. És nem kér más. Olyan sok ige van, amiben azt mondja az Isten, hogy nem kér más, csak azt, hogy benne bízzunk, nem másban. Nem magunkban, ne az eszünkben, ne a számokban,
és ne is emberekben, hanem csak benne bízzunk. És akkor a nehézségek lesznek, sokan a nehézségeket már úgy látják, hogy Isten elhagyott bennünket, mert ott hordoz benne, bennünket. Akkor véget érnek a nehézségek, utána visszatekintve adhatunk hálát, és én most nagyon hálás vagyok. Erről szól majd a következő énekünk, hogy hálás vagyok néked, Uram. Az ének füzetünk a 11. oldalán találják a testvérem. Yeah.
kezem más, hogy távmentes kérek. Olyan jó megtapasztalni az Úrnak a jóságát és szeretetét. Amikor készültem, amit testvérünk is már megemlítette az igét, hálóvá áldozza az Istennek. Milyen csodálatos. És aki hálába áldozik, az egy csinálatos. A délelőtti alkalmánval olyan csodálatos volt valamit látni egy gyermek bemutatását. Szeretném megemlíteni nektek, mivel én is, kedves feleségem is három gyereket felneveltünk, és egy volt a legfontosabb a mi életeinkben. Az, hogy felemeljük az Úr elé. Hogy oda tárjuk az Úr elé, hogy legyen meg mindenben az egy csodálatos akaratok. És tudjátok, mivel már útjára keresztettük őket, de ugyanúgy a mi unokánkat is, hogy az én két menyemet, vagy az én vőmet is az Úr elé helyezem. Abban a csodálatos reménységben, hogyha mi nem is vagyunk mellettük, de az Úr mellettük van. És hogy? Testvérek, mint hatalmas hős. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Egy igéverset szeretnék felolvasni nektek. És itt bár gondolokban csak hozzászólni, ami az én szívemben van. És ez a Lukács evangélium 12. részének a 34. verse, amely így hangzik. Mert ahol van egy kincsetek, ott van egy szívetek is. Az arról is beszél, testvérek, hogy odafeldalokkal törődni, és olyan kincseket gyűjteni, amit a moly és a rozsda meg nem emészt. Tudjátok, én 30 évvel ezelőtt a világot értem meg. És azért mondom, hogy ma is sok ember számára az autó, vagy a nagy ház, a sok gazdagság, ez jelenti a számukra a legnagyobb kincset. Az Úr csodálatos szava azt mondja, aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. És megragadom a lehetőséget, hogy vallást tegyek előttetek valamiről. És az nem más, az én legdrágább kincsem maga Jézus Krisztus, akit megismerhettem. És tudjátok, ezt a csodálatos gazdagságot, minden forrása Jézus Krisztus, és ezzel lecsinálhatok, semmi nem ragadhassa ki az én életemben. Pál apostol szavaival sem mélység, sem magasság, sem jelenvaló vagy jövendő, semmi nincs, ami elverse ezt a hittől. És tudjátok, boldogok vagytok, és boldogok vagyunk, akit az Úr kiválaszt, és magához fogad, hogy lakozhasson az ő jelenlétében és közelségében. Amen. 14. oldalon találják testvérek a következő életünket. Lelkem áld az Urat. Thank you.
mindenség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy a ti egész valótok, mint testetek, mint lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott, és ő meg is cselekszi. Amen.